Liga és Superliga atlétika versenyeknek adott otthont a Bonyhádi sportpálya, ahol az utánpótlás versenyzők számára rendeztek viadalokat több számban. A Bonyhádi Atlétikai Klub rendez egy szuper kis versenyt a mai napon, amely részben liga, illetve szuperliga versenyszámokat tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos szintet teljesíteni kell ahhoz a versenyzőkhöz, hogy nevezhessenek, illetve a versenyszámok közül több is van, amelyik nyílt versenyszám, tehát erre bárhonnan bármelyik atléta nevezhetett. Első körben, előnevezésben 100 nevezés érkezett, úgyhogy nagyjából ennyi indulóra számítunk. Az ország minden részéről mondhatom azt, hiszen Pécs, Békés, Csaba, Budapest több egyesülete, Székesfehérvár, Győr, Tamási, Bonyhád, tehát azért elég nagy a merítés, hogy honnan jönnek. A rövid távfutás számai közül lesz 200 méter, 400 méter, illetve a gátfutó számok, lesz 3000 méter, 5000 méter, úgyhogy futhatnak hosszút is a sportolók, és az ugrásból lesz magasugrás, távolugrás, rudugrás, illetve súlylökésben is megmérhetik, megmérettethetik magukat a versenyzők. A bonyhádi sportolóink közül többen is rajthoz állnak ma, és mi is kíváncsian várjuk, hogy mire képesek. Vannak többen, akik már országos versenyen is megmérették magukat a futóink közül, illetve a súlylökésben Klingrék az, akire nagyon büszkék vagyunk, hiszen ő már nemzetközi versenyeken is, és a nemzeti színekben is versenyezhetett, és ma őnek is drukkolhatunk. Az atlétikában az a jó, hogy bármilyen kortól el lehet kezdeni az edzéseket, a legtöbb sportágat pedig szinte bárhol lehet gyakorolni. Körülbelül egy éve kezdtem el atletizálni, mert iskolaváltás miatt a focit abba kellett hagynom, és akkor nagyon megtetszett ez a sport. Eddig talán 3 versenyen voltam, és most is elég izgulok, még így nagyon az elején vagyok, de kíváncsi leszek, ma távolugrásba fogok részt venni az U16-os korosztályba, és hát nem várok túl sok mindent, mert az edzések folyán kicsit lesérültem, és kicsit fájnak a lábaim, de reméljük a legjobbakat. Láttam, hogy a többieket elég nehéz mezőny lesz, de remélem, hogy sikerül azért az őszintjükre felhozni magamat. Az új atlétikapálya megépülésével Bonyhádon is egyre több verseny várható a jövőben. A tavaly átadott és fölavatott városi sporttelepen, a sportcentrumnak az atlétikai pályán rendezünk most egy szabadtéri versenyt. Volt már egyébként itt ugróversenyünk, illetve diákolimpia, városi diákolimpia, de egy olyan szabadtéri verseny, ahol van futóugró dobószám, középtávfutás és hosszú távfutószámok, ilyen nem volt, dobószámokkal meg spékével, súlylökéssel, ez az első ilyen versenyünk. A bonyhádi pálya megépülte, az abban segített bennünket, hogy mi is hozzá tudunk csatlakozni ahhoz a versenyrendszerhez, amit a Magyar Atlétikai Szövetség működtet. Jelentkezhetnek a klubok a versenyre, és mi is augusztusban jelentkeztünk ligaszámoknak a lebonyolítására, és ezáltal kapcsolódunk a közelben lévő Dél-Dunántúli régiónak a versenyeihez, Pécsen szokott versenyen, illetve Szekszárdon. A szabadtéri versenyek alatt a szervezők több dolgot tudnak kivitelezni, mint fedett pályán. Ezért általában az érdeklődés is nagyobb a nyíltéri megmérettetések alkalmával.